Készfogás követte az együttműködési megállapodás újbóli aláírását. FAD egyike azoknak a településeknek, amelyek részt vettek a belügyminisztérium hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását célzó pályázati rendszerében. A több mint 4000 fő lakosú nagyközségben így a legszegényebbek szakmákat tanulhattak. Lesznek köztük vagbeton szerkezet szerelők, az atomerőmű, ha épül, akkor jó állás lehetőség van, bolti eladók, gyakorlatilag hát kertművelési ismereteket tanítják őket, és még sok más egyéb szociális jellegű és egyéb tanfolyam zajlik. Nem csak képezhetik magukat a rászorulók FADDON, hanem a három legszegényebb család új otthonba is költözhet. Az önkormányzat ugyanis a pályázatnak köszönhetően három családi házat építtetett. A forrást ezekhez a belügyminisztériumon belül működő társadalmi esélyteremtési főigazgatóság biztosította, ami a következő időszakban 40 milliárd forintot költ hasonló felzárkóztatási programokra. Több mint 2300 embert vonunk be a programoknak keresztül ebben a régióban. Ott, ahol pedig együttműködő partnerek vagyunk, ott pedig egy módszertani szakmai segítséget adunk az önkormányzatoknak a komplex program végrehajtására, amelyben ugye több elemet is kell végrehajtanunk az önkormányzatoknak, képzést kell nyújtaniuk az egyéneknek, egyéni fejlesztési tervet kell nyújtaniuk, lakhatási elemet kell kialakítaniuk. A programból a tervek szerint országosan több mint 80 településen tudnak képzési és lakhatási támogatást nyújtani rászoruló családoknak.